A szociális tűzifa helyi igénylése tavaly decemberben zárult le, amelynek keretében 2021. január végéig mintegy 292 köbméter tűzifát vásárolt Mái önkormányzata az Északerdő erdőgazdálkodási ZRT-től, amelyet január végéig el is juttattak a programban résztvevő háztartások számára. A belügyminisztérium által meghirdetett szociális tűzifa programban Mái község önkormányzata évek óta részt vesz, ebben a szezonban pedig 3.276.600 forint támogatást nyert el, amit saját forrásból 1.654.328 forint önerővel egészített ki. A szociális tűzifával az önkormányzat több éve foglalkozik, a belügyminisztériumon keresztül pályázunk a tűzifára. A 2020-as évben 3,5 millió forint értékű tűzifát gyertünk el, ami közel 292 köbméter fát biztosít a szociális igénylésre. A költségben gyakorlatilag az önkormányzatnak 1,7 millió forint önrésze volt, amellyel ki kellett pótolni a pályázatot, amely tartalmazta a kiszállítási költségeket az Északerdőtől, illetve a helyi kiszállítási költségeket. A tűzifát igényelni kellett az önkormányzaton keresztül, és gyakorlatilag, amint megvolt a határozat, akár a Tigraktárba lehetett átvetni, amely a vezérúton található, vagy aki nem tudta elvinni, azok saját kocsinkkal kiszállítottuk a lakásokra. A teljes kiszállítása a programnak megtörtént január hóban, kiszállítottuk az összes mennyiséget.